Egyre többen felvételiznek, tavalyhoz képest közel 2000-rel többen, csaknem 108 000-en jelentkeztek a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Érdemes cserélni, van olyan gépjármű tulajdonos, akinek egy vagy akár két hetes előjegyzés után van csak lehetősége a téli gumik lecseréltetésére. Megújul a Gárdonyi, közel 25 millió forintból újul meg a nyíregyházi iskola. Tavalyhoz képest közel 2000-rel többen, csaknem 108 000-en jelentkeztek a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Idén is az alapképzés és az osztatlan mesterképzés volt a legnépszerűbb a felvételizők körében. A jelentkezők többsége állami ösztöndíjas formában kíván tovább tanulni. A Nyíregyházi Egyetemre összesen 3232-en jelentkeztek. Ebben a végzős vasváris osztályban éppen matek húra van. A 29 diák közül szinte mindenki tovább szeretne tanulni szeptembertől. A legtöbben debreceni vagy budapesti egyetemekre készülnek, de van olyan tanuló is, aki a Nyíregyházi Egyetemre felvételizett. Az osztályom természettudományos és informatika tagozatos osztály, 29 végzős tanulóm van, akikből tulajdonképpen egy kivételével mindenki tovább fog tanulni. Jellemző módon az informatika tagozatról szinte mindenki az informatikával tanul tovább, általában a Debreceni Egyetemen, de vannak, akik az ELTE-re vagy a Műszaki Egyetem villamos informatika karára készülnek. A természettudományos tagozatról pedig a Debreceni Egyetemen, illetve a Nyíregyházi Egyetemen szándékoznak tovább tanulni. Olyan tanulónk is van néhány, aki orvosi egyetemre megy. Jellemző módon 80%-a a diákoknak nyelvvizsgával rendelkezik már. Iskolai szinten pedig 160 végzős diák közül elmondható, hogy szintén kb. 80% nyelvvizsgával szeretne tovább jelentkezni. Az idei felvételizők a legtöbben állami ösztöndíjas alapképzést jelöltek meg első helyen, és átlagosan 3,3 képzésre jelentkeztek. Stéger Csilla, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese televíziónknak elmondta, nagy eredménynek számít, hogy idén többen akarnak tovább tanulni, mint tavaly, hiszen ez a fiatal korosztály demográfiailag csökkenő tendenciát mutat. Az elnök helyettes hozzátette, volt olyan szak, amelyre 10%-kal többen jelentkeztek idén, mint 2017-ben. Nagyon népszerű a képzési területek szempontjából a gazdaságtudományok képzési terület. Ez az előző években is vitte a prímet, és az OECD adatai szerint nemzetközi szinten is ez a terület a lehető legnépszerűbb. Alapképzések vonatkozásában 17%-a jelentkezőknek a gazdaságtudományok képzési területre jelentkezett. Ha a szakokat nézzük, akkor ugyanezt igazolja, hogy a gazdálkodás és menedzsment szak volt a legnépszerűbb alapképzési szakunk, ide idén több mint 4200-an jelentkeztek, de ugyanígy a top szakok között szerepel a kereskedelem és marketing, vagy a pénzügyi számvitel, és a turizmus vendéglátás is. Nagyon pozitív, hogy tovább emelkedik, bár nem nagyon, de emelkedett a műszaki képzési tudományi területre jelentkezőknek a száma. Ez 13,8% az alapképzéses hallgatók közül. Ez is egy nagyon örvendetes tény, hiszen nagyon fontos, hogy meglegyen a műszaki utánpótlás az országban. A műszaki területeknél a gépészmérnök és a villamosmérnök szakok a legnépszerűbbek. Azt gondolom, ez az előző éveknek a trendjeit erősen ismétli, vagy azokhoz nagyon hasonló. A műszaki képzési területhez nagyon szorosan kapcsolódó eredményt ért el a pedagógus képzés, és ilyen módon a harmadik helyre jött fel a képzési területek között, 13,7%, tehát pusztán 1,1%-kal van a műszaki képzési területről elmaradva. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara már egészen az általános iskolás kortól segít megtalálni a gyerekeknek azt a szakmát, amivel majd aktív korukban foglalkozni szeretnének. Önismereti képzésekkel, kiadványokkal és szakmai tájékoztatókkal segítik nem csak a kisdiákok és a középiskolások, de akár az egész család döntéshozatalát is. Nagy részt osztályfőnöki órák keretében tájékoztatjuk őket szakmákról, hiány szakmákról, melyek azok, amelyeket a munkaerőpiac igényel, ugyan erről a kamarának van elsődleges információja, céglátogatásokat szervezünk azokba a megyei vállalkozásokba, ahol a munkaerőpiacot megismerhetik a gyerekek sok-sok szegmens alapján. Rengeteg pályorientációs rendezvényen veszünk részt, akár kicsi helyi iskolai pályorientációs napokon, akár a
nagy országos rendezvényeket hagy említsem meg. Most április 23-24-én a Hungexpóra készülünk 400 általános iskolás és középiskolás diákkal, de szeptember hónapban egy Euroskill versenyre 1000-1300 gyereket fogunk felvinni a megyéből, mind azzal a céllal, hogy a pályaválasztási döntésüket meg tudjuk könnyíteni. A felsőoktatásba jelentkezők 2018. április 19-től az e-felvételi rendszerében folyamatosan nyomon követhetik a rögzített adataikat, azok feldolgozottsági státuszát és láthatják az eredményeiket, a felvételi pontokat, majd pedig a felvételi döntést. A ponthatárok, valamint a felvételi eredmények kihirdetésének tervezett dátuma 2018. július 25-e. Hosszú sorok állnak a gumiszervizekben. Van olyan gépjármű tulajdonos, akinek egy vagy akár két hetes előjegyzés után van csak lehetősége a téli gumik lecseréltetésére. A szakemberek szerint érdemes minél hamarabb elővenni a nyári gumikat, mert így nem csak biztonságosan közlekedhetünk az utakon, de a pénztárcánkat is megkímélhetjük egy nagyobb kiadástól. A légkúcs hangja korán reggel egy nagy kálói gumiszervízben. Sorra érkeznek az autók, csak többnapos előjegyzés alapján tudják a szakemberek elvállalni a gumicseréket. Ennek oka többek között, hogy szinte egyik napról a másikra beköszöntött a jó idő, és az időjárás előrejelzések nem mutatnak az elkövetkezendő időszakokra már mínuszokat. Így azonban a gépkocsi tulajdonosoknak kisebb anyagi kiadással kezdődhet a nyári szezon. Ugye már a mai világban már eléggé figyelgetik azt, hogy a téli gumit már érdemesen lecserélni ilyenkor, és érdemes, és már sokan figyelgetik ezt. Ugye van, amikor általában hosszabbra nyúlik ez a csereidőszak, most például nem nyúlik hosszabbra, hanem hihetetlen ugyanúgy, mint a télen, megválják az első havat, és akkor utána bolondok háza, és akkor figyelgetik, hogy cserélni kell a gumit. Ugye, mivel téli gumival, aki később cseréli a téli gumit, ugye aznak hosszabb a féktávja. Egy. Kettő, nagyobb az üzemanyag fogyasztása az autónak, és ugye a fékútja is sokkal hosszabb, mivel téli gumi az puhább, és így megnő a féktávolság. Nagy fejtörést okoz a gumicserék időszaka az autó tulajdonosoknak, hogy használt vagy új gumiabroncsot cseréljenek-e a gépjárművön. A szakemberek azt mondják, elsősorban ne a márka és az ár alapján hozzunk döntést. Az új gumiabroncsok mellett persze még mindig számos érve áll, mint a hosszabb élettartam és a puhább szerkezet. Ha nem tudja a pénztárca megengedni, hogy vegyen négyet, akkor azt tudjuk javasolni, legalább kettőt vegyen, két újat, és akkor egy-két éven belül megint tud venni legalább két újat, és akkor négy új gumija van, nem egyszerre költött rá, hanem évek során, egy-két éven belül, és akkor nyugodtan tud vele járni. Ugye a használt gumiknak az az átka, ugye, hogy idősek. Kincse azért veszik le külföldön, mert hogy olyan sok pénzük van, hanem ők már nem használják, mert fel van keményedve, öreg a gumi, itthon még azt hiszük, hogy nekünk nagyon jó még az, de közben nem, mert hiába van még 70-80%-os állapotú mintája, de fel van keményedve. Hosszabb lesz ugyanúgy a fékútja, vízen jobban fog csúszni, ilyen tényezők. Amennyiben gumiabroncs vásárlásra kerül a sor, érdemes végig gondolni egy évben hány kilométert fut az autó, hiszen így akár egy olcsó megoldással is biztonságosan közlekedhetünk az utakon. Közel 25 millió forintból újul meg a nyíregyházi Bem József általános iskola Gárdonyi Géza tagintézménye. Ennek keretében 25 beltéri nyílászárót már lecseréltek új műanyagajtókra, és az udvar is térkőburkolatot kap. A munkálatok április végére befejeződnek, így a tanulók már megújulva vehetik birtokba az intézményt a következő tanévben. Idén március 15-én kezdődtek el a nyíregyházi Gárdonyi Géza iskola felújításával járó munkálatok. A folyamatot hátráltatta a kora tavaszi havazás, ezért csak április végére tudják befejezni az iskola udvarának rekonstrukcióját. A felújítás teljes egészében a nyíregyházi tankerületi központ saját költségvetéséből valósul meg. Közel 24.862.000 forint értékben megújultunk a nyíregyházi tankerületi központ jóvoltából. 25 darab beltéri ajtó cseréjére került sor, és a régi nagy álmunk az udvar korszerűsítése, pormentesítése valósult meg. Mini sportpályát építenek ki, javítják a kézilabdapálya repedéseit, és így balesetmentessé tudjuk tenni a gyerekek mindennapjait. Szükséges is ez, hiszen várjuk a következő tanévre beiratkozó elsősöket, hiszen holnap után beiratkozás lesz.
Az udvar felújítása azért vált szükségessé, mert a 36 éves régi udvar elavulttá vált, és a pedagógusok nem érezték itt biztonságban a tanulókat. A homokos udvar részt térkőre cserélték, mert egyre több az asztmás gyermek, akiknek így javíthatóak az életkörülményei. A tanulók szabadidejük nagy részét az udvaron töltik sportolással. A mindennapi testnevelést mindig is központi témának tekintettük, heti 5 testnevelés órát tartunk, a 16 tanulócsoport heti 5 testnevelési órája, ez lefoglalja a tanterem és az udvar minden porcikáját, minden részét. Úgy gondolom, hogy az egészséges életmódhoz nagy mértékben hozzátartozik az, hogy egészséges környezetben is legyenek a gyerekek, és a pormentesítés nagyon-nagyon szükséges volt, az udvar pormentesítése. A teljes udvar felújítása közel 700 négyzetméteren valósul meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz tavaly összesen 598 szabadtéri tűzesetről érkezett bejelentés. A szabadtéri tűzesetek 99%-a legtöbbször emberi gondatlanságra vezethető vissza. A gondatlan magatartás természeti és anyagi károkat okozhat, ezért érdemes néhány tűzgyújtási alapszabállyal tisztában lenni, az engedély nélküli tűzgyújtások pedig súlyos pénzbüntetésekkel szankcionálhatóak, tájékoztatta híradónkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a gyakran tűzgyújtással is járó kerti munkálatoknak. Emiatt az elmúlt időszakban több helyen gyulladt meg az aljnövényzet. A következő időszak különösen kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának, ezt Leskovics Zoltán tűzoltóalezredes mondta el híradónak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársa hozzátette. A száraz növényi részek ilyenkor könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is gyorsan tovább terjedhetnek. Tavaly évben, 2017-ben összességében 598 szabadtéri tűz volt a megyében. Idei statisztikánk még jobb képet fest, a mai napig összesen 46 ilyen jellegű tűzesemény volt, de szeretnénk ezt a statisztikát minimalizálni, tehát minél kisebb számot látni, és szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét a tűzgyújtási szabályok fokozott betartására, hogy minél kevesebb kárral járó tűzesemény történjen. A szabadtéri tüzek szinte mindegyikét emberi gondatlanság, felelőtlenség okozza, pedig sokat tehetünk annak érdekében, hogy megóvjuk környezetünket. Tűzgyújtás esetén például figyeljünk arra, hogy a közelben mindig legyen megfelelő mennyiségű oltóanyag. Ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül, baj esetén pedig hívjuk a 112-es segélyhívó számot. De a lakóingatlan udvarán történő égetést is szigorú rendeletek szabályozzák. El kell különíteni a belterületi, illetve a külterületi területeket. Belterületen abban az esetben lehet szabadtéri tüzet gyújtani, tehát a felhalmozott növénytermesztésből származó hulladékot, kifejezetten növénytermesztésből származó hulladékot, illetve nyesedéket elégetni, hogyha a helyi önkormányzati rendelet erre engedélyt ad, és csak is az abban meghatározott módon és időtartamban lehet égetni. Külterületen egy picit más a helyzet, ott tulajdonképpen engedélybeszerzésre szükséges a területre illetékes tűzvédelmi hatóságtól, ez a katasztrófavédelmi kirendeltség. Az engedélykéréseknek a tervezett égetés előtt legalább 10 nappal meg kell történnie, és csak az abban meghatározott feltételek szerint szabad tüzet gyújtani. Abban az esetben, ha valaki szabályellenesen végzi ezt a tevékenységet, 20.000 forinttól 60.000 forintig terjedő tűzvédelmi vagy helyszíni bírságra számíthat. Több mint 26.000 szavazatot adtak a nyíregyháziak a Fidesz jelöltjeire az április 8-ai szavazáson. Szabó Tündére 20.580 érkezett, Vinnai Győző pedig több mint 5.600 voksot kapott a nyíregyházi körzetből. Jászai Menyhért, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség nyíregyházi szervezetének alelnöke szerint ez azt jelenti, hogy a kampányuk sikeres és eredményes volt, és a város lakói helyesnek látják a megkezdett irányt. Jászai Menyhért szerint a nagy arányú győzelemnek két oka volt. Az egyik a teljesítmény, az elmúlt 4, illetve 8 évben mutatott teljesítmény, amelyet az országgyűlés, illetve a kormány mutatott Magyarországon, itt Nyíregyházán pedig a városban, amit mi nyújtottunk, és nagyon fontos a két jelöltnek a hitelessége. Én azt gondolom, hogy a teljesítmény és a hitelesség együtt eredményezte azt, hogy Nyíregyházán a rendszerváltás után nem volt választásokon ilyen magas részvételi arány, és sem pártszövetségek, sem jelöltek ilyen magas szavazatszámot még nem kaptak, és ennek nagyon örülünk, annak örülünk, hogy szabályosan, tisztességesen és átlátható módon zajlottak le a választások.
Április 13-án 9. alkalommal rendezik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és az első nyíregyházi Lions Club közös egészségügyi szűrő programját a Kossuth téren. Az egésznapos rendezvényen lehetőség nyílik olyan vizsgálatok elvégzésére, mint vércukorszintmérés vagy ultrahangos arcüreg vizsgálat, de a mentőállomás szakápolóitól az újraélesztés folyamatát is megtanulhatják az érdeklődők. 101 évvel ezelőtt, 1917-ben indult el az a jó szolgálati célokkal alapított szervezet, amely mára már 206 országban, köztük Magyarországon is különböző programok és szolgálatokon keresztül tevékenykedik a vakok megsegítésében, valamint a vakság elkerülése érdekében. Az első nyíregyházi Lions Club, azaz, ahogy sokan nevezik őket, a vakság elleni küzdelem lovagjai, Nyíregyházán sem tétlenkednek. Április 13-án szűrővizsgálatokkal és kulturális programokkal várnak mindenkit a Kossuth térre. Mi úgy döntöttünk, hogy ezt a programot mi megtartjuk, és minden évben megszerveztük, és kialakult az a rendszere, ami most is látható majd, hogy a kórház segítségével, ugye mi a József András kórházzal a kezdetektől kapcsolatban vagyunk, mindig a bálunk bevételét a kórház személyzetének és más részlegeinek ajánljuk föl. Tehát ők pedig azzal segítik ezt a tevékenységüket, hogy biztosítanak hozzá erőforrásokat, humán erőforrásokat, tehát elsősorban orvosok, ápolók segítik ezt a munkát, szűréseket végeznek. A rendezvény fő céljai közé tartozik az egészségmegőrzés tudatának a kialakítása is. Azt gondolom, hogy akkor eredményes ez a program, hogyha oda megyünk a lakossághoz, lakosság közeli szűrő programokat szervezünk, kivisszük a szakembereket, akikkel a helyszínen nem kórházi és rendelőintézeti körülmények között tudnak egyeztetni, meg tudják beszélni azt, hogy mik azok a kockázatok, amelyekre odafigyelnek, és az egészségüket megőrizve elkerülhetővé válnak akár a kórházi kezelések is. A József András kórház szakemberei nem csak a szűrővizsgálatokban nyújtanak segítséget a pénteki rendezvényen. Ha valakinél bármilyen komolyabb egészségügyi probléma merül fel, akár előjegyzéssel, időpont egyeztetéssel tudják segíteni a betegek terápiás stratégiájának felépítését. A Kossuth téri programon számos egészségügyi szakterületről érkeznek orvosok és ápolók is. Dr. Jenei Péter arcüregszűrő vizsgálatot végez ultrahanggal. A dr. Pap Zsuzsanna, diabetológus főorvosnő és munkacsapata vércukorszűrést végeznek, és nagyon hatalmas nagy az érdeklődés a vércukorméréssel kapcsolatosan is. Több százan szoktak sorba állni egyidejűleg. Emellett a Jeneiné Makrai Erika, az Ai Anna főiskola igazgatóhelyettese hozza a hallgatókat, akik a vérnyomást ellenőrzik. És nagyon-nagyon népes társaság várakozik itt is mindig, és nem egyszer volt rá apropó, hogy 8-10 olyan pacienst szűrtünk ki, akinek 220 fölötti vérnyomása volt, és terápiás gyógyszerelést követően sem állt be. A rendezvény kulturális programjai között találkozhatunk majd a Móri Zsigmond Színház művészeivel is, de lesz zumba bemutató és terápiás kutya bemutató is. Az úgynevezett Talent program keretében heti egy alkalommal speciális képzést kapnak a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia legtehetségesebb fiataljai. A cél az, hogy a 16 és 19 év közötti labdarúgók számára megkönnyítsék az átmenetet az utánpótlás és a felnőtt futball között. Március közep óta Kisbaranyi Sándor személyében új igazgató irányítja a Bozsik Akadémiát. A 27 év edzősködő szakember az elmúlt 10 évet a Magyar Labdarúgó Szövetségnél töltötte, ahol többek között a Bozsik programban és az edzőképzésben is dolgozott vezetőként. Mint elmondta, a cél az, hogy ne csak futballistákat, hanem embereket is neveljenek, és minél több fiatal szerepeljen a Spari felnőtt csapatában. Profi labdarúgók képzése a célja az akadémiának. A legfontosabb dolog az, hogy itt helyben, Nyíregyházán olyan felnőtt csapat működjön, aki képes fogadni és a kezdeti felnőttkori lépéseket megtenni a fiatal játékosoknak, akik az akadémián nevelkednek. Az, hogy hosszú távon NB1-es csapata legyen a városnak, illetve a Nyíregyháza Spartacusnak, az azt feltételezi, hogy itt az utánpótlásban egy nagyon stabil, nagyon magas szintű munkát fogunk tudni majd az elkövetkezendő időszakban letenni. Ennek az alapjai egyébként megvannak,
Nagyon nagy elismerés ez a korábban itt dolgozó kollégáknak, ugye elsősorban Németh Károly szakmai vezetőt említeném, illetve Neumann Gábort, valamint az elődjeit, akik itt a nyíregyházi utánpótlásban nagyon komoly munkát végeztek. Én azzal a határozott céllal érkeztem, hogy ezeket az értékeket megtartva, azt a tapasztalatot, amit az elmúlt időszakban 21 országban járt látogatásom alatt, illetve szakmai munkám során felépítettem, azt innovációként hozzátegyük az akadémia munkájához. Az új igazgató egyik első intézkedéseként hívta életre a talentprogramot. Azok a 16 és 19 év közötti fiatalok, akik saját korosztályukban kiemelkedően szerepelnek, heti egy alkalommal külön képzést kapnak. A csoport igazából az utánpótlás és a felnőtt futball közti űrt próbálja betölteni. Ennek megfelelően azt a feladatot kaptam, hogy a felnőtt csapat tematikájából kiindulva próbálja meg összekötni az utánpótlás képzést a felnőtt csapat játékával, és körülbelül ez az a kiinduló pont, ami alapján dolgozunk itt. A közelmúltban több fiatal is aláírhatta élete első profi szerződését. Gajdos Gergő és Szegedi Bence után a héten a 16 éves Tanger László is elkötelezte magát a felnőtt csapathoz. Rangadót nyert Szolnokon a Sunshine Nyikse, a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjának 24. fordulójában lejátszott mérkőzésen Kovács Tibor együttesen 80-76-ra győzött a vendéglátó otthonában. A nyíregyháziak pénteken a Deac második csapatát fogadják a Bánki csarnokában. A második helyezett fogadta a harmadik helyezettet, így várható volt, hogy nagy csatát vív majd egymással a két csapat. A nyíregyháziak a 6 pontos hazai pályán elszenvedett vereségért is szerettek volna visszavágni, így ennek szellemében kezdték a mérkőzést. Az első negyed 3 ponttal a vendégeké lett, a második negyedben azonban a Szolnok már 16 ponttal is vezetett, amelyből a nagy szünetre 11 pont maradt. Fordulás után elkezdte ledolgozni hátrányát Kovács Tibor együttese, sőt a 35. percben a vezetést is átvette a Sunshine Nyikse. Az utolsó percekben taktikusan játszva megőrizték előnyüket Szavicsék, így 4 pontos vendégsikerrel zárult a rangadó. Küzdelmes mérkőzés volt, az egész mérkőzésen hullámzott a teljesítményünk, az eredmény alakulásában meglátszott, oda-vissza vezettek a csapatok, tehát ami a legfontosabb a végjátékban, mi jöttünk ki jól, egy nagyon-nagyon aktív védekezés után 4 pontos különbséggel sikerült nyernünk. Egyértelműen a védekezésben nőttünk az ellenfél fölé, ha csak azt említem meg, hogy a harmadik és negyedik negyedben 12-12 pontot kaptunk, már ez megmagyarázhatja a végeredményt, és ebből egy gyors támadásból, hogy a megfelelő rutinnal és megfelelő önbizalommal azért a támadásaink is kívül is belül is sikeresek voltak. A csoport tabelláját a Ceglid vezeti 20 győzelemmel és egy vereséggel. A második Szolnok 18-3-as, a harmadik Sunshine Nyikse pedig 17-3-as mutató tudhat magáénak. A nyíregyháziak pénteken a Deac második csapatát fogadják. Elsősorban támadásban nagyon jók. A tabella alapján a második legtöbb pontot dobó csapatról van szó. NB1-b és NB1-ás rutinnal rendelkező játékosok alkotják. Azért a debreceni kosárlabdát én azt gondolom a kosár szeretőknek nem kell bemutatni. Nagyon sok jól képzett kosaras alkotja a Debrecen, tehát nagyon jó utánpótlás munka is folyik, és ez megmutatkozik az NB2-es csapatoknál is. Nagyon nehéz lesz. Ott 3 ponttal sikerült nyernünk egy 103-100-as mérkőzésen. Azért nem szeretnénk ilyen szoros mérkőzést, de elsősorban az a győzelem a fontos. A Sunshine Nyikse Deac 2 mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Tavalyhoz képest közel 2000-rel többen, csak nem 108 000-en jelentkeztek a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Most is az alapképzés és az osztatlan mesterképzés volt a legnépszerűbb. A jelentkezők többsége állami ösztöndíjas formában kíván tovább tanulni. A nyíregyházi egyetemre összesen 3232-en jelentkeztek. Hosszú sorok állnak a gumiszervizekben. Van olyan gépjármű tulajdonos, akinek 1 vagy akár 2 hetes előjegyzés után van csak lehetősége a téli gumik lecserélésére. A szakemberek szerint érdemes minél hamarabb elővenni a nyári gumikat,
mert így nem csak biztonságosan közlekedhetünk az utakon, de a pénztárcánkat is megkímélhetjük egy nagyobb kiadástól. Közel 25 millió forintból újul meg a nyíregyházi Bem József általános iskola Gárdonyi Géza tagintézménye. Ennek keretében 25 beltéri nyílászárót már lecseréltek új műanyagajtókra, és az udvar is új térkőburkolatot kap. A munkálatok április végére befejeződnek, így a tanulók már megújulva vehetik birtokba az intézményt a következő tanévben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 11-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Kezdetben változó, az ország nagy része fölé alacsony nedvességtartalmú, kissé melegebb levegő áramlik, majd csütörtök este nyugat felől hideg front éri el a Kárpát-medencét. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, majd késő estétől fokozatosan kiderül az ég. Kezdetben egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés gomoly felhő, sok napsütés várható. Csapadék nem valószínű. A keleti szél időnként megélénkül. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken a hideg front kelet felé vonul. Kezdetben még több felé, napközben keleten is egyre kevesebb helyen várható záporeső, helyenként zivatar, nyugat felől csökken a felhőzet. Szombaton országszerte több órára kisüt a nap, csupán elvétve alakul ki zápor. Vasárnap általában szűrt napsütésre lehet számítani, majd délután nyugaton vastagszik a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor is előfordul. A jövő hét első napjaiban a változó felhőzetből elszórtan valószínű csapadék. Viszonylag enyhének ígérkeznek az éjszakák, és a csúcs hőmérséklet is több fokkal meghaladja az ilyenkor megszokott értékeket.